A veszettség elleni vakcinákat ellenőrzik a szakemberek a kaposújlaki repülőtéren. A gépek innét felszállva szórják ki a csalétkeket. A 4 cm átmérőjű képlet az ember számára meglehetősen kellemetlen szagú, de a rókáknak vonzó csemege. A feladatot ellátó Nébih közlése szerint 1992 óta zajlik hazánkban a vakcinázási program, előtte százas nagyságrendben fordultak elő veszett állatok. Az elmúlt bő két évben nem találtunk veszett állatot Magyarországon, tehát a program meglehetősen sikeres. Viszont pont azért, hogy ez így is maradjon, ezért folytatjuk ezt a vakcinázást, a repülőgépről történő csalétek kiszorása által történő vakcinázást, hiszen környező szomszédaink közül, akár déli, akár keleti szomszédaink közül több országban is endémiásan előfordul a betegség, tehát a visszafertőződés esélye az meglehetősen nagy. A vakcinázás az érintett területeken, településeken ebzárlattal és legeltetési tilalommal jár együtt, ezt az adott helyi önkormányzatok is kihirdetik. Hazánkban idén a rókák vakcinázási időszaka október 5-től kezdve 2 hétig tart. A vakcinázási program fő cél állatfaja a vörös róka, melynek mintegy 70-80 ezer egyedet számláló állománya él Magyarországon. Az immunizálásnak köszönhetően drasztikusan csökkent az elhullásuk. A Balaton délnyugati területén tevékenykedik a Somogyi Hunor Vadásztársaság. Elnöke Szokodi Zsolt azt tapasztalja, hogy túlszaporodtak ezek az állatok. A róka úgy tűnik, hogy egyre jobban felszaporodva van, legalábbis azt észleljük. Nekünk a vadászati hatóság az idei évre 100 darab rókának a kilövését írta elő, amit először úgy gondoltam, hogy lehetetlen lesz teljesíteni, így, hogy már felét kilőttük eddigi időnk során, így úgy gondolom, hogy teljesítve lesz. Ezen a Nem Hazánkban készült felvételen egy veszett róka látható. A betegség a vadon élő állatoknál idegrendszeri tünetekben jelentkezik. Jellemzőek a görcsök, a nyázás, a kancsalság és az állkapocs bénulás. A rókák ilyenkor jellemzően elveszítik az embertől való félelmüket. Ám ez önmagában nem feltétlenül jelent veszettséget. A rókák egyre gyakrabban jelennek meg lakott területen, így több szelíd példánnyal is lehet találkozni. Ez a fotó például idén januárban készült Keszthely belvárosában, amikor egy háztetőn napozott a róka. A szakemberek azt tanácsolják, minden esetben kerüljük el a rókákkal való érintkezést.